Szekszárdon születtem 1965-ben. Itt végeztem el a iskoláimat, ugye általános iskolát Babits Mihály általános iskolában, a gimnáziumot a Garay gimnáziumban. És mivel nem volt még abban az időben, amikor én végeztem, érettségiztem az iskolában, egyetemi felsőfokú képzése az animációs filmrendezésnek, vagy filmkészítésnek, ezért az volt a legcélszerűbb, hogyha Kecskemétre kerülök, az akkor egyik legnépszerűbb animációs filmstúdióba. És nagyon nagy szerencsém volt, mert negyedikbe az akkori rajztanárom, akit Simon Juditnak hívtak, pont találta akkori Új Tükör nevezett újságban, ugye, mert az újság már rég nem létezik, egy cikket, hogy pont keresnek fázisrajzolókat felvételre. És hát én felvételiztem a Rajzfilm Stúdióba, egy igen komoly, többfordulós rostán kellett megfelelni, amiben tényleg minden volt, tehát természet utáni rajzolástól kezdve a majdani munkához kapcsolódó fázisrajzolás is. És hát szerencsére fölvettek. És hát onnantól kezdve aztán másfél évtizedig, de nem csak másfél évtizedig, de másfél évtizedig egészen biztosan permanensen Kecskeméten éltem és dolgoztam. Azért mondom, hogy nem pusztán, mert hogy megmaradt a munkakapcsolat, és még a legutóbbi időkben is dolgoztunk együtt a kecskemétiekkel egy rajzfilmsorozatban, amelynek ugye Közmondások volt a címe. Ez a történet kapcsolódik az én úgymond pályafutásomhoz olyan szempontból, hogy már középiskolás éveim alatt is elkezdtem ilyen szatirikus, karikaturisztikus módon gondolkodni, és ezt kifejezésre is juttatni. Tehát konkrétan a történet az volt, hogy én hát megrajzoltam az akkori tanáraimat karikaturisztikus formában, hát akinek egy picit nagyobb volt az óra, az nagyobb órot kapott, akinek mondjuk a füle elállt, annak a rajzon még jobban elálltak a fülei. A probléma nem ebből adódott, hanem abból, hogy balgatag módon én szövegezést is írtam a rajzok alá. És ezt úgy tálaltam, mert ezek a hatalmas, nagyméretű rajzok egy ilyen poszteren kb. 3-4 tanár is szerepelt, hogy megszövegeztem, és egy ilyen körözvényt, mint egy körözvényt, tehát úgy tálaltam, tehát wanted, és felsoroltam a tanári kar bűneit. Hát ez nyilván egy 18 éves emberke nem nagyon vágja, hogy ez nem biztos, hogy komilfó. A tanáraimról ilyen szinten tiszteletlenül megnyilvánulni. De azt gondolom, hogy ehhez a szakmához, amit én választottam, valójában ez kell. Azt gondolom, hogy a karikaturistának egy alapvető tulajdonsága, hogy nem fél. Lehetne félni, akkor is lehetett, akkor nem éreztem, szerintem most sem érzem, akkor is lehetett félni, most is lehetne félni, és bármelyik korban lehet félni szerintem egy karikaturista. Nem mondjak ilyen extrém példákat, hogy mik történtek mondjuk a nemzetközi életben a karikaturistákkal, ugye a Charlie Hebdo szerkesztőségére, akárha gondolok, vagy a Mohamed karikatúrákra. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy ez a fajta abstinencia a félelemmel szemben, az elengedhetetlen szerintem egy karikaturistának. A történet vége az volt, hogy visszakanyarodjak, hogy aztán ebből óriási botrány lett, mondanom sem kell természetesen. Lehív raport az igazgatói irodában, és az következményei ugye azok lettek, mivel hogy az osztálytársaim olyan szolidárisak voltak, hogy fölvállaltak néhány történetet ebből a szövegezésből, amit most így utólag be lehet vállalni, hogy ez nem volt igaz, egyszerűen csak olyan szinten szolidárisak és együttérzőek voltak, és kollegiálisak, hogy úgy mondjam, hogy bemerték vállalni továbbtanulás előtt negyedikbe, akkor még nem 12. volt, hanem negyedik. És tehát a végső következmény az volt, hogy tizenvalahány igazgatói kaptak az osztálytársaim, és én kaptam tantestületi megrovót, ugye az a kirúgás előtti utolsó fázis. Úgyhogy én azóta se tapasztaltam, egyáltalán nem tapasztaltam ekkora fokú szolidaritást és kiállást valami vagy valaki mellett az életemben. Ez egy óriási élmény volt, és egyébként azt kell mondjam, hogy lökés is tovább ezen az úton, hiába lett igazgatója vége, vagy tantestületi megrovó, mentem tovább ezen az úton, mert tapasztaltam azt, hogy lehet, hogy ezt a fajta műfajt lehet nagyon nem szeretni, és nagyon utálni, és nagyon haragudni rá, de lehet nagyon-nagyon szeretni is.
Az osztálytársaim részéről szeretetet kaptam minden esetre. Én ezt nem gondoltam, mert én azt hittem, hogy ez olyan régi rajzfilm, hogy ezt már biztos, hogy nem ismeri senki. De persze tudom, hogy ismerik, mert mind a mai napig ugye a Filmjusztól jönnek a jogdíjak, ami azt jelenti, hogy vetítik televíziós csatornák. Úgyhogy a Leósved az egy hívószó, viszont a Leósved kapcsán mindig meg kell jegyezni és ki kell jelenteni, hogy ennek az egész sorozatnak a szülőatya Tóth Pál, kecskeméti kollégám. Én egyébként akkor kerültem Kecskemétre, amikor ez a sorozat már elindult, és bele is csöppentem fázisrajzolóként. Engem kért fel a stúdióvezetés, tudván, hogy nekem azért volt valamiféle tehetségem ahhoz, hogy történeteket kreáljak, ugye, mert karikatúrát már korábban is csináltam. Karikatúra is tulajdonképpen történet, csak egy ilyen pillanatnyi, egy momentumos történet, ami nem mozog a térben, nem nincs időintervallum úgy igazán. És felkért a stúdióvezetés, hogy készítsem el a következő 13 részt. Hát én megírtam a 13 részt, és hát meg is rendeztem, ugye a rendezés, és felkértek forgatókönyvírásra, és hát így jött ez a dolog. Megváltozott a filmkészítésnek a technológiája. Például a legújabb Kecskeméten készült filmemet már teljesen digitális módon készítettük, ez a Közmondások című sorozat, aminek egyelőre, és remélem, hogy tényleg csak egyelőre 3 epizódja készült el. De azt kell mondjam egyébként, hogy sokan a fiatalok közül vissza-vissza kanyarodnak, főleg egyedi filmek gyártásánál a régi technikákhoz. Elkezdenek kézzel rajzolni, festeni. Ugye kipróbáltuk a 3D-t, nagyon jó dolgokat lehet csinálni, de rájöttünk arra, hogy egy picikét olyan sematikus a dolog, kicsikét olyan arctalan, mert nem látjuk meg a 3D mögött az alkotót. Jobban meglátjuk az alkotót akkor, hogyha a kezenyomát is viseli az a bizonyos sztori, az a bizonyos történet, amiben éppen dolgozik.